Sziasztok! Macskai Sándor vagyok a Váci Teszteletről. Amint lássátok, így fölülnek a galambok, utána bemennek, és szépen akik fölöttek, elterülnek, kijönnek, visszajönnek, annyit fürdenek, amennyihez kedvük van. Amint tudjátok, hogyha nagy meleg van, többször is kinyissuk nekik a csapot egy héten, azt fürdik itt a folyosón, akinek kedve van hozzá, hogy bejön. Általában soknak van jó kedve, hogy fürdjenek, mert minél többet fürdik a galamb, annál sejmesebb a tollazata, meg hát természetes ahhoz, hogy legyen kedve fürdni egy galambnak, annak egészségesnek kell, hogy legyen, és akkor szívesen fürdik. Biztos vagyok benne, hogy ezt ti is tudjátok, mivel profi galambászok vagytok, nézzétek meg, hogy milyen jól érzik magukat a madarak. Lássátok, mennek be, látsák állandóan egymást, és kurva jó érzik magukat, nem fertőződnek vissza, így fürdőnek ilyen harmadik felmetezéssel. Sziasztok, remélem tetszik nektek. És megmutassuk valójában fürdés után is, hogy hogyan néznek ki a galambok. Ha megnézitek, gyönyörű, hamvasak a galambok, nagyon jó állapotban vannak, mindenki szeret fürdeni. A lényege az az egésznek, hogy nem foglalkozunk vele, mert többször is megkinyissuk nekik itt a zuhanzót, és akinek kedve van, az nyugodtan annyit fürd, amennyit akar. Általában ilyenkor a párásítót egy-két óra hosszát van, amikor még hármat is hagyjuk, hogy hogy menjen a galamboknak. Ha benéztek, lássátok, hogy mennyire jól érzik magukat. Hűvös a út, szendvicsben elbődik az egész. Ha megnézed, tiszta hangosat a galambok fürdés után. Nagyon jó állapotban vannak, mert szinte akárhányszor megnyitod a csapot, mindenkinek ezerre jönnek befelé, van kedve fürdeni. Jó érzik magukat, jó levegő. Csak kinyitod nekik az ajtót, ezek ezerrel mennek. Jól érzik magukat, levegőben vannak, hogyha ki van nekik nyitva az ajtó, annyit repülnek, amennyit akarnak. Úgyhogy nincs vele, hogy a különösebb probléma, ha megnézitek. Nem, hogy probléma, hanem semmi a probléma. Nem félünk a távolságtól, mivel jó állapotban vannak jelen pillanatnyilag a galambok. Ha megnézed arra, és mindenütt szinte lefekszenek, elterülnek, jó a klíma nekik, tökéletes, nyugodtak. És a lényeg az, hogy benni szeressenek lenni, meg kinni szeressenek repülni. Mint lássátok, egészséges galambok szeretnek repülni. Nem kell hajtani, még a pici galambot sem. Mert ha egészséges kimegy, annak is van terület. Nem akarok már annyira arra felé menni. Csak azt mutatom, hogy valójában hogyan is néznek ki a galambok. Hogy lássátok, hogy mennyire megnézett, hogy mennyire hangosak ezek a nevelek. Mennyire jó érzik magukat.
rettenetes ő állapotban vannak a madarak. Nem számít, hogy ki hogyan szerepel a területben. Itt, ha megnézitek, olyan rengeteg szuper galamb van, hogy az embereknek fogalma sincsen. Ennyi sok szuper galambot ebben. Nem hiszem, hogy Bajorországon sokan látnak ebben. Lássátok ezek a galambaknak, ha kinyissuk az ajtót, imádnak repülni. Még a legkisebb galamb is megverdünk a golyó. Lehet, hogy nem annyit, mint akit előbb idehoztak, de azok is szépen mennek. Szinte kéz galambok már mostan. Ma nem voltak kiengedve a galambok, nem élnek kifelé. Valójában, mivel nagy versenyek vannak, országosak, jó állapotban vannak a kis fiatalok, és nem szeretnénk, ha valahol oda csapódnának, és elmennének bármilyen is. Biztos, hogy vissza tudnának jönni, de vannak kisebb galambok, akiket nem akarunk elveszíteni hajzsúlyára, és ezért inkább benn maradnak. Lássátok, kormányos a galambház, nincs kor, nem szállnak itt, nem kapnak semmilyen fertőzést. Én már arra nem akarom őket annyira zavargálni. Remélem, tetszett nektek, sziasztok!